végső szakaszába ért az amerikai hadsereg kivonulás Afganisztánból. Joe Biden parancsára az amerikai katonáknak keddig kell elhagyniuk az országot. Addig azonban még egy rendkívül veszélyes időszak van hátra. Az amerikai elnök ismét terrortámadás veszélyére figyelmeztetett. Joe Biden azt mondta, a következő 24-36 órában nagyon valószínű, hogy újabb merényletet követnek el a kabuli repülőtér ellen. Alig volt forgalom az utcákon az elmúlt éjjel Kabulban, az emberek behúzódtak a házaikba, minden elcsendesedett. Már este 10-kor minden bezárt, pedig itt az üzletek éjfél után szoktak zárni. Mindenki egy újabb terrortámadástól fél, ezért nincs itt már senki, mondta egy kabuli férfi. Az elővigyázatosság nem véletlen. Szombaton egész nap fegyverropogás volt hallható a repülőtér környékén. Joe Biden amerikai elnök pedig a hírszerzési illetékesekkel folytatott tanácskozása után azt mondta, nagyon valószínű, hogy a következő 24-36 órában újabb merényletet követnek el a kabuli légikikötő ellen. Az Egyesült Államok kabuli nagykövetsége arra szólította fel az amerikai állampolgárokat, hogy hagyják el a repülőteret, és ne is menjenek annak közelébe. Hasonló figyelmeztetést adtak ki az amerikai hatóságok csütörtökön is, órákkal a repülőtér elleni merénylet előtt. Az akkori terrortámadásban 170-en vesztették életüket, köztük amerikai katonák is. A válaszcsapás nem váratott sokáig magára, az amerikai hadsereg dróntámadásban megölte az Iszlám Állam nevű terrorszervezet két tagját, akik a merénylet előkészítésében vettek részt. Eközben a repülőtér környékén a tálibok egyre több ellenőrzőpontot állítanak fel, és az afgánokat nem engedik oda. Megkezdtük a kivonulást, ezt John Kirby, a Pentagon szóvivője mondta hozzátéve, az amerikai állampolgárok, valamint az amerikai hatóságokkal együttműködő afgánok evakuálása a végső fázisba jutott. Ez a felszálló repülőgép az utolsók egyike, amely elhagyja Kabult. Az Egyesült Államok 117 ezer embert menekített ki az országból augusztus közepe óta. A kabuli repülőtéren már kevesebb, mint 4000 amerikai katona maradt, mi korábban az evakuációs művelet tetőpontján 5800 volt a létszámuk. Vasárnap reggel a tálibok egy tisztségviselője azt mondta, ők és a távozó amerikai erők is a kabuli repülőtér gyors átadására készülnek. Joe Biden elnök parancsára augusztus 31-ig be kell, hogy fejeződjön az amerikai hadsereg Afganisztánból való kivonása. Lapértesülések szerint az amerikai elnök a határidő lejárta előtt hazarendeli Kabulból az amerikai diplomáciai testület összes tagját. A többi NATO tagország már befejezte az afganisztáni kimenekítési műveletet, az utolsó repülőgépek is megérkeztek Európába. Azok az afgán állampolgárok, akik nem tudták repülővel elhagyni az országot, Pakisztán felé indultak. A határon már most ezrek gyűltek össze. A többi közép-ázsiai ország is menekült áradattól tart, a török elnök pedig bejelentette, Törökországnak nem kötelessége Európa migráns raktárává válni. Az országban 180 ezer regisztrált és mintegy 120 ezer regisztrálatlan afgán migráns él. Recep Tayyip Erdoğan jelezte, országa lezárja határait, és a jelenleg a területén tartózkodó illegális migránsokat is hazaküldi.